Egyébként a Péter is valamikor ott volt az irodája, egyébként, amikor egy felügyelői bizottság dolgoztam, tehát akkor is ott volt a Városvezető Zrt-nek a vezetése azon a helyen, ahol most van. Én azzal egyetértek, hogy a Városvezető Zrt-nek a vezetésének oda kell tenni a szomszédházat, aztán a lakhatóvá élhetővé kell tenni egyébként, de én ismerem a gó szomszédaimat, amikor mindenkinek mondom, az eszébe fogom juttatni, hogy majd nyáron azok az emberek, akik ott fognak menni, oda fognak dolgozni. A város az életi nagyon jó jár, nem kell padokat kitelepíteni, úgyhogy ilyet mire gondolok, mert a szomszéd templomnak a lésőn ott fognak ülni, ott fogják szétdobálni a zsittyűt, kezdve mindent. Úgyhogy meglátjátok, ez a hely, hogy kialakulni iskolasan ezzel a minden áron való pénzbehajtási döntéssel, én azt mondom, kell, hogy meg lehet is értékesíteni, de ezt úgy kell értékesíteni, hogy azért egy olyan egyházi közösségnek, én hangsúlyozom, tehát én nem úgy, mint külső polgár szemlélem, én ezt meg ismerem én ezeket az embereket, hogy ebből ez fog kialakulni, és ez nem fog jóra vezetni, és én azt tudom, hogy ebből meglátjátok, hogy egy városi fölháborodás lesz, mert egyébként ez meggyőződésem, hogy se az Egyesületet, se egyik pártot, senki nem volt azt neki, mert egyik pártnak prognálás nem volt abba, hogy mi majd utat telepítjük, átköltöztetjük gyakorlatilag azokat az alkalmi munkavállalókat, amit a Fődi úr is mondott, hogy 4 országban tevékenykednek, mert egyik héten dolgoznak 8-ban, másik héten meg megint 8-ban. Ezeket oda telepítjük pontosan azzal az épülettel szemben, meg azokat az épületek oda. Ha mondtok nekem Magyarországon egy olyan helyet, ahol a templommal szemben állnak ki a gépek, akkor azt mondom igazatokban. Egy helyet kérek Magyarországon ebből akárhány helyből. Egyetlen meggyőződésem, hogy nem tudok találni, hasonló nagyság, ez bármilyen is valahol. És ha találok, azt mondom, hogy igazatok van, de egyébként nincs. És de az sem biztos, hogy az jó, ha egyet találok. De nem találok. Én az előbb elmondtam a szempontokat, úgy gondolom, hogy ezek nem győztek meg, igen. Egy világos szempont.